Sziasztok, gyönyörűen süt a nap, mi pedig a Mátrába látogatunk az én szívemnek oly kedves Magyarország második legnagyobb borvidékére, hogy számos borászatot bemutatva egy kicsit közelebb hozzuk azt az élményt, amit ez a terület tud nyújtani, és azokat a borokat, amik itt készülnek. Úgyhogy elsőként Karner Fannit és Karner Gábort kérdezem arról, hogy milyen itt bort készíteni, mi a legnagyobb kihívás nektek? Nagyon röviden kell válaszolni a kérdés első felére, akkor itt nagyon-nagyon jobb bort készíteni. Hát a kihívás az nem gondolnám, hogy nagyobb lenne, mint bárhol máshol Magyarország borvidékei közül. Most, amivel talán leginkább küzdünk, ez a brutális, globális felmelegedés, aminek talán nem is a felmelegedés része a legrosszabb, hanem ez a szélsőséges időjárás, hogy teljesen kicsúsztunk az évszakokból. Ahogy itt sétálok, látom, hogy alacsony művelésben vannak a területek. Ez összefüggésben van egyébként a klímaváltozással, vagy ez jóval a globális felmelegedés hatásai előtt már a telepítéskor figyelembe vett tényező volt? Hát ez inkább az én fejemben volt, nyilván, mint nagyon sokan, akik annak idején kezdtük, és ott ugye a sűrű térállás, alacsony tőkeforma, ez volt ott a minőségnek általában a garanciájaként megfogalmazva, és akkor én is azt gondoltam, hogy akkor én is szeretnék egy ilyen szőlőt. Meg nyilván így lehet, hogy fél kiló van egy tőkén, nem pedig kettő. Ezek milyen idősültetvények? 2004-ben telepítettem. Tehát akkor az most 16 éves. És ami mögöttünk van, ez kékfrankos, ugye? Ez a vitézföldi kékfrankosunk, igen, ez erről az esetáról szokott bejönni. Hát azért ők is szép irodában vannak, de ti is. A kékfrankos egy fontos fókusz, ugye? Abszolút. Én látom a nagy magyar vörösbolt kékfrankosból elkészülni. Én nagyon hiszek a fajtában, és kimondottan hiszek a Mátrában benne. Egyébként akár rozéban is, de főleg vörösborban. És milyen fajtákkal dolgoztok még? Ami még meghatározó a borászatunknak, az az olasz Riesling. És bár nincs belőle sok, de most aktuálisan az az egyetlen fehér szőlőből készült fehér borunk, ami a szortimentben található, illetve van egy hektár rajnai Rieslingünk, az egy fiatalabb telepítés. Azért rólatok, aki tudja, azt tudja, akinek nem, annak meg most elmondjuk, hogy alapvetően a minimális kén vagy szinte kén nélküli borkészítés, ha tetszik, a natur felfogás jellemző, de azért azt látjátok ti is, én is, és kicsit persze provokatív a kérdés is, hogy ennek is van egy divat oldala, például a Petnat vonal, ami ezért egy nagyon régi eljárás, tehát újnak nevezni korán sem lenne, hogy mondjam, helyén való. Azért ti is követtek divatokat, csak a divaton belül divatot, nem? Vagy van ennek valamilyen szerepe a ti életetekben? Ugye vannak többen az országban, akik már régebb óta kísérleteznek, és maximálisra fejlesztették a Petnat készítést, és hát naturban is, naturborok terén is van a Kárpát-medencében, aki már régebb óta foglalkozik ezzel. Így tudtunk mi is belevágni ebbe az ő hatására. Nem divatot, hanem csak egy ilyen őspesgő, és ez annyira megtetszett, és annyira szaftos, dzsúzos, ott van benne a sűrűsége mindenek, hogy... Az őspesgő az nagyon jó kifejezés, hát egyébként. Ezáltal fedezte fel. Nagyon régóta keresem a jó szót egyébként a Petnatra, hogy lehetne fordítani, de az őspesgő az nagyon tetszik. Ez lehet, ami nem durancét, ugye azt rájöttek, hogy finom. Így van, pontosan. Mi ezeket a borokat mindig magunknak készítjük, tehát nem néztük soha, hogy mit igényel a piac és mit. Ez nagyon jó. Én szeretem az öncélú művészkedést, abból lesznek a legnagyobb alkotások. Hát, most nem tudnék készíteni, meg Fanni se szerintem, ami nem ízlik nekünk. Amit nem szívesen isztok meg, ugye? A franc vele annyit, hogy szerintem nem kínom. Minek? Hány palac készül nálatok egyébként? Hát 6000, talán ez most majd följebb fog menni egy kicsit, de 6 és 10 között. Mi a helyzet a szűréssel? Semmi. Hagyjuk a szőlőt. Ez 100%-ban szőlő. Tehát nekem ez ilyen tök misztikus dolog, hogy a pohárban a szőlő van, semmi más. Zéro élelmiszeripar, minden zéro. Adalék és segédanyag nélkül, ahogy megkaptuk a jóistent, úgy beletesszük és működik szerintünk. Meg a fogyasztók szerint is. És hogyha valaki azt mondja, hogy kén nélkül nem lehet bort készíteni, azt állítja ezáltal, hogy a szőlő önmagában borkészítésre alkalmatlan, és azért ez elég súlyos mondat. Hogy mi azt az utat keressük, hogy lehet azt megoldani, hogy csak a szőlő legyen a pohárban is jó. És működik. Tehát egy nagyon nagy felismerés volt, és nagyon nagy öröm számunkra. Nyilván nem használunk szivattyút. Nézzük a naptárat, a hold járás alattól függő naptárat használunk hangillát, tehát ilyen segítségeket veszünk igénybe. Na, de akkor ezt mondd még el egy pár szóban, hogy miért használjátok ezt, mert ez fontos. Jó, azért használjuk a naptárat, ez az árapály együttható az a neve neki, hivatalosan, hogy van egy naptár, megvannak a kéktől a pirosig a napok, a kék napoknál nagyon passzív az élővilág, a pirosoknál nagyon aktív.
Tehát, hogy mondjuk letöltök egy petnatot, és szeretném, hogy ne álljon meg a palackban, hanem menjen tovább az erdős, akkor pirosnak pontoltam le. Ha lepalackozok egy bort, amit azt szeretném, hogy nyugodjon meg a palackban, és legyen minden a helyén, és legyen minden, jó, kék napon csináljuk meg. Sajnán ezt a meccsések is lehet alkalmazni minden is miatt, amikor az élethez hozzányúlsz, az életbe belenyúlsz. A hangvilló az pedig az a 432 Hz, ez a régi zenei A, Verdi A, mert a 440 ugye az A hang manapság, amit használnak a zenében, és ez a régi A, és ez kapcsolatban van a világ alaprezgésével. És hogyha gondolod, most meg tudjuk csinálni, hogy kapsz két egyforma bort, két egyforma pohárban, egyiket meghangvillázunk, másikat nem. És mindig van különbség, és mindig jobb a hangvillázott. Tehát rendszeresen szoktam hangvilázni a hordókat, meg a tartályokat. Tehát ami most a poharunkban van, ez egy olasz Riesling. Igen. 2020-as évjárat. 2022. Elégedettek vagytok a 20-as évjárattal? Maximálisan. Hát ugye érdemes elmondani, hogy mindenféle adalékanyag és bármi hozzáadása nélkül született tulajdonképpen a bor. Ennek megfelelően a pohárba töltést követően van egy füllettsége egyébként, ami elsőre tűnhetne illósnak. Szerintem az fontos, hogy milyen kehelyformából kóstoljuk a bort, mert így juttatjuk levegőhöz, és már most rengeteget változott, pedig 3 perce van kitöltve a pohárba, tehát nagyon alakul maga az illat. Mivel a bor egy élő dolog, ezért nem szabad egy adott pillanatban következtetést levonni belőle, hanem érdemes fölötte ülni. Abszolút. Akkor a poharunkban az a bor van, ami előtt az imént álltunk, igaz? Ebben azért erősen tetten érhető a terroir, erősen tetten érhető az, hogy ti hogyan gondolkodtok a két frankosról, és nem mellesleg a talaj. Ami? Vörös agyag, málott andezit alapkőzeten, andezit tufával helyenként és mész tufával, és itt ez egyfajta zsenőjtását lehet tetten érni a Mátrának. Legalábbis itt ezen a részén máshol, hogy van, azt nem tudom, de itt pataszűcsi, ezen a részen egyszerre vulkanikus és meszes a talaj. És ez egy nagyon ritka párosítás. És hát innentől kezdve mindenünk van. Ugye a vulkanikusság miatt van egy ásványi gerince a bornak, a mész miatt van egy savgerince, a vízmegtartó agyagtalajok miatt van egy gyümölcsössége, és a kitettség, meg a hozamkorlátozás miatt van egy beérési mustfoka. És innentől kezdve minden van. Ez a bor. Ez klasszikus manifestum annak, amiért én szeretem a kék frankost. Minden benne van. Benne van az erő, a lendület, a gyümölcs, nagyon szép tannin szerkezet, egyensúlyos alkohol, végtelen hosszú lecsengés, meggyes cseresznyi és utóízzel, és nem mellesleg egy gasztronómiában széles körben felhasználható bor, amit én mindig mondok, hogy ez fontos. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Egészségedre. Szücsiből Abasára látogatva kérdezem Molnár Gábort arról, hogy a nagyok között kicsinek lenni, a kicsik között nagyoknak lenni, tehát mondhatjuk, hogy egy közepes borászat, az mit jelent pontosan? Ti dolgoztok reduktív technológiával, oxidatív eljárással is készítetek borokat. Milyen itt a Mátrai borvidéken? Hát a Mátrai borvidéken hát leginkább sokszínű, azt lehet mondani, hiszen gyakorlatilag a fajta szortimentünk, ami egyedülálló talán országosan is, hiszen több mint 50 fajtával tudunk dolgozni, ami előnyünk, néha hátrányunk. Ugye előnyünk, mert sokszínűek tudunk lenni, hátrányunk, mert bizonyos fajtákból nem tudunk mennyiséget előállítani. Illetve hát nagy előny ugye a technológiai sokszínűség is, hiszen bizonyos fajták csak reduktív bor készítésére alkalmasak elsősorban, viszont vannak fajták, amelyek mindenképpen igénylik az oxidatív technológiát. Milyen fajtákkal dolgoztok? Hát zömében ugye 7-8 fajta az, amivel tömegesen foglalkozunk, és hát a zászlós borunk ugye az olasz Riesling. Abasáron vagyunk, az abasári olasz Riesling. És ezen kívül ugye hát a közkedvelt fajták, ugye az írsai olivér. Nagy mennyiségben állítunk elő rozét is. Egy nagyon érdekes eszköz, ami technológiailag szerintem egy fontos újítást is hozott a borászatba. Nem mindenki ért velem egyet abban, hogy ez egyébként egy jó dolog, de én egyrészt nagyon szeretem, másrészt nagyon hasznos. Ez pedig a mögöttünk is látható kocka tulajdonképpen, igen. Amiről mondasz nekünk egy pár gondolatot? Hát igen, ez egy érdekes dolog, hiszen az ember azt mondaná, hogy jó, ez egy műanyag tartály, az, hogy kerül ez a borászatba. Ugyanolyan porózus, ugyanúgy lélegzik benne a bor, mint a fahordókban. És ami nagyon fontos ugye a fahordókkal szemben, hogy könnyen tisztítható. Tehát, hogyha ebbe vörösbort rakunk, utána egy egyszerű mosás, és mehet bele újra a fehér bor.
És nem utolsó sorban nem öregszik el. És nem öregszik el, így van. Ha viszont mégis, akkor szelektíven gyűjthető, ami szintén nem egy. Ami szintén nem egy utolsó szempont, így van, így van. Szuper. Kóstoljunk valamilyen bort. Kóstoljunk. Kétszer is Gyöngyösváros borának választott olasz Riesling kerül most a poharunkban, nagyon kíváncsi vagyok. Mit érdemes róla tudni? Hát ez abban a tartályban, a Flesztióban erjedt, és később abban érlelődött. Egy fantasztikusan elegáns és komplex illat egyébként, tehát én nem csodálkozom rajta, hogy ezt ennyire magasra értékelték. Miközben az érett gyümölcsök, tehát mondjuk egy érett alma karakter megjelenik benne, ott van egy ilyen finom pörkölt magvas jegy, ami szintén olyan izgalmasá teszi. És hát természetesen abasári, hiszen olasz Riesling akkor abasári, és ez két dűlő házasításából keletkezett, akkor mind a két ültetvény a család tulajdonában van. Ezekben a dűlőkben is a barna erdőtra, illetve a vörös hogy a keverék a jellemző? A barna erdőtalaj, ugye egy vulkanikus eredetű barna erdőtalajról beszélünk. Egy különleges adottságú területről, hiszen ugye a Sárhegy több szempontból is különleges. Ugye azért is, mert mikroteraszokon nagyon jó hatásfokúval érvényesítik az ültetvények a napsütést, illetve a maga a talaj adottságából kifolyólag nincsenek évjárati nehézségeink, mert mindegy, hogy szárazság van, vagy túlzott csapadék, itt a hegy gyakorlatilag leszabályozza nekünk ezeket a problémákat, mert olyan jó vízháztartások, hogy a legszárazabb nyarakon is vannak még források a Sárhegy oldalában. Hát ha igazán jót akartok kóstolni, ezt kóstoljátok meg. Fantasztikusan jó volt. És akkor nézzünk egy rozét, mert hogy ez egy másik nagyon fontos kategória, amit egyrészt fogyasztói oldalról, másrészt szakmai oldalról is szerintem a Mátrában kimagasló, vagy kiemelkedő minőségben tudunk kóstolni. Kék frankos? Kék frankos, igen. Hát én, ez a személyes véleményem, de én arra esküszöm itt a Mátrában, hogy a legjobb rozékat a kék frankosból lehet készíteni. Ez is egy nagyon klasszikus eperes, könnyű illat, tehát egy ilyen eperes pannak ott, ami először eszembe jut. De közben egy tök jó savérzet, egy alacsony alkohol, tehát egy ilyen mindennapok ivóbora igazán. Egészségünkre. Egészségünkre. Még mindig a Mátrai borvidéken járva, ezúttal Abasáról Gyöngyöstarjára érkezve, Kovács Zitát kérdezem arról, hogy hogy látod a Mátrai borvidék jövőjét? Nagyon jó kérdés. Szerintem induljunk egy kicsit távolabbról, mégiscsak Magyarország második legnagyobb borvidékén vagyunk, és pont ezért egy nagyon fájó pont nekem, hogy valahogy méltatlanul hátul áll, ha a rangsort nézzük a borvidékek között, a Mátrai borvidék. Alul értékelt, ugye? Abszolút, abszolút, és viszonylag ismeretlen borvidékről beszélünk. Most már talán egy picit javul a helyzet, de nagyon-nagyon sokáig ezt a borvidéket csak úgy tartották számon, mint egy szőlőtermelő borvidék. Én meggyőződésem, hogy a vulkanikus altalajon termett szőlőből készült borok egy hívószó lehet a magyar bornak a világban. Te ezt hogy látod? Abszolút én is így gondolom. Mégis inkább azt szoktuk mondani, hogy ugye a friss, illatos, gyümölcsös borok azok, amik jellemzőek a Mátrai borvidékre. Pedig azért te is látod, hogy manapság ezek a friss, illatos, gyümölcsös borok azok, amik a legkelendőbbek és a legnépszerűbbek a fogyasztók körében. Egyre inkább erre fordul szerintem a fogyasztói igény és a gasztronómia is. És ez egy fontos dolog, hogy a kettő együtt fejlődik, akkor ezeknek a boroknak abszolút helye van. Tehát ez a Mátrában azért itthon van. Úgyhogy nekem most nagyon nagy célom az itt a Mátrai Hegyközségi Tanácsban, hogy megalkossuk végre a Mátrát, és elmondjuk, hogy mi is valójában ez a borvidék. Ami az én szempontomból a Mátrai borvidék alja, és úgy az alja, hogy az alapja, az mindenképpen ezek a friss, illatos, gyümölcsös borok. Aztán egy következő szinten, igen, amit te is mondtál, hogy nagyon szeretném azt megmutatni, hogy mit tud ez a vulkanikus borvidék. És itt azért már egyre inkább be fognak kapcsolódni a kék szőlők, a vörös tételek, illetve hogy ha tovább megyünk, akkor a leges legtetején igenis tudunk olyan prémium minőségű borokat előállítani, szintén a vulkanikus mivoltjából kifolyólag a területeknek, amelyek hát nem szeretnék semmiképpen túlzásokkal élni, de én úgy gondolom, hogy méltón vennék föl egy világversenyen is a helyüket, ha arról van szó. Szerinted inkább vörös, vagy inkább fehér bor írja le jobban a Mátrát?
egyelőre még mindenképpen a fehérborok írják le jobban a Mátrát. Bár azért most már elég szépen jön föl a kékszőlő területek aránya. Ugye ehhez az is hozzájárul, hogy az időjárás ebből a szempontból kedvez a borvidéknek. Ugye egyre melegebbek vannak, egyre szebben be tudnak érni a kékszőlők is, tehát már nincsenek olyan típusú problémák, hogy esetleg egy Cabernet Franc nem állja meg a helyét a borvidéken, mert hogy jó évjáratban igenis nagyon szépen megállja. Van kedvenc fajtád? Fú, nekem nagyon sok. Na, mondj egy nagyon párat. Sok. Én mindig azt mondtam, hogy legyünk már büszkék ezekre az illatos fajtákra, amik itt vannak. Én például nagyon szeretem a Traminit. A vörösek közül azért a szirá nekem nagy kedvencem, és öröm látni azt, hogy egyre több szirát telepítenek el a mátrai borvidéken, tehát más is lát benne fantáziát, nem csak én. Hú, kóstolunk egy szirát? Kóstolunk egy szirát mindenképpen. Szirát. Hát hozzá mindenképpen az új világi stílus az, ami közelebb áll. Uh-huh. És a mi esetünkben ez az is-is kategória. Ez egy 18-as szirá, amit most kóstolunk. Szóval a kóstolban a bor egyrészt száraz, másrészt egy nagyon tiszta, gyümölcsorientált, és közben ez, amit te is említesz, az újvilági karakterből nagyon egyértelműen átjövő borsos szirá jelleg, ami szerintem nagyon vagány. Gyönyörű egyensúly, nagyon szépen besimult tannin. Te inkább vörösbor, vagy inkább fehérbor? Arra szavazol itt a pincében. Én vörösboros vagyok, határozottan. Azért most már kellően meleg van, az ember ráfordult egy nyárra, és azért szívesen fogyaszt egy könnyű fehér bort. Ez pedig egy házasítás, egy nagyon izgalmas házasítás. Miért kis francia egyébként? Hú, itt nagyon hosszú a történet. Nálunk mindig úgy vannak, én nagyon szeretem a fantázia neveket, viszont mindig úgy használjuk a fantázia neveket, hogy az vagy a családhoz, vagy Gyöngyöstarjánhoz kötődik. És a kis francia, akit a címkén is láttok, egy élő személy volt, őt Perizsénnek hívták, és Fajzatpusztán egy kúriában élte le az életét. És nekünk Fajzatpuszta az egyik kedvenc dűlünk, ott található az érlelőpincénk is. És hát apukám gyerekkorában nagyon sok időt töltött ott a kúriába Peri bácsival, mert hogy az apukám nagypapája és Peri nagyon jó barátok voltak. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy szeretnénk neki mindenképpen egy bort szentelni, és az ő emlékének és kalandos életútjának. Úgyhogy így lett a kis francia, mert hogy mindenki csak így ismerte, mert én olyan alacsony ember volt. Az illat az különben nagyon jó, nagyon gyümölcsös, kicsit ilyen gyümölcs-cukoros karakter van benne, egy ilyen szőlővirágos vonal. Hát gondolom, itt egy irányított, alacsony hőmérsékleten történő erjesztés, és utána egy viszonylag gyors palckozás, igen, nem? Tehát, igen, aha. Igen. Nagyon jó bor. Azért ez jól lehűtve, tökéletes aperitív. Tehát egy ilyen nyári teraszon ücsörgős dolog szerintem. Igen, és ez nekem van egy ilyen misszióm, hogy ugye ha azt mondjuk, hogy nyár és fehér bor, akkor azért mindenki rögtön azt mondja, hogy hú, írsai olivér. Uh-huh. És én ezzel a borral egy picit mindenkit próbálok terelgetni, hogy persze írsai olivér nem tudjuk megkerülni, főleg itt a borvidéken, mert rengeteg van belőle, de hogy azért vannak még elképesztően izgalmas tételek ebben a kategóriában, és hogy ne ragadjunk meg ott, és nézzük meg a széles spektrumot is akár, hogy mi van még. Nekem egyértelmű tapasztalatom és meggyőződésem, hogy egy bor magán viseli a jegyeit annak, hogyha a szebbik nem képviselője készíti, és ez erre a borra tökéletesen igaz. Nagyon kecses ez a korty, nekem nagyon-nagyon tetszik egyébként. Hát köszönöm szépen, sok sikert a Mátrának, egészségünkre. Egészségünkre. Hát ennyi fért a mai Mátrai Borvidéket bemutató epizódunkba. Szerintem a borvidék rendkívül sok lehetőséget rejt magában. Itt mindenki megtalálja azt, ami neki a legkedvesebb, legyen az akár kicsi, naturborokat készítő családi borászat, vagy nagyobb perspektívával esetleg nemzetközi export lehetőségekre kasingató, közepes vagy annál nagyobb méretű borászat. Maga a borvidék hihetetlen adottságokkal rendelkezik, látogassatok el ide és ígyatok Mátrai bort. Köszönöm, hogy velem tartottatok, nem sokára találkozunk.